Áramot termel a kerékpár hajtásával ez a munkatárs a Királyegyházi cementgyárban. Fenntarthatósági hetet tartottak a cégnél novemberben. Ez a biciklis feladat volt az egyik szemléltető példa arra, hogy milyen nehéz energiát előállítani. Most viccelhetnék, hogy az energiaválság megtette a hatását, és most már a dolgozók látják el villamos energiával a gyárat, de azért elég sok bicikli lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt az energia szükségletet fedezni tudjuk. Viszont így rá tudjuk ébreszteni az embereket arra, hogy milyen munka szükséges ahhoz, hogy adott esetben egy kávét megfőzzük, vagy adott esetben egy hajszárítót mondjuk egy órán keresztül működtessünk, és most érzékeltetjük azt, hogy az a munka, amit végzünk, az elektromos energiában mit jelent. A cég elkötelezett a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a zöld gondolkodás mellett. Ezért szervezett munkavállalói számára egy hetes programsorozatot. Azt gondoljuk, hogy amíg az egészség és munkavédelem az egy rövid távú értékmegőrzést jelent, a fenntarthatóság az pedig egy közép és egy hosszú távú, ugyanilyen jellegű értékképviseletet jelent, úgyhogy elkezdtünk nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy kommunikáljuk a fenntarthatóságot, hiszen mi azért itt a világ élvonalba járunk különböző fenntarthatósági megoldás, körkörös gazdaság témában, és most nagyon szeretnénk, hogy a dolgozóink, illetve a környéken élő érintettek is tisztában legyenek azzal, hogy milyen tevékenység folyik itt a gyárunkban. Ennek keretében a dolgozók különböző interaktív programokon, látogatáson vehettek részt. A cementgyár fenntarthatósági célkitűzése, hogy 2050-re megvalósuljon a nettó zéró emisszió, azaz a CO2 semleges működés. Ennek érdekében az elmúlt években már több mint 4,5 milliárd forint értékben valósított meg környezetvédelmi beruházásokat az üzem, amelyek következtében mostanra több mint 80%-ban tudja kiváltani a fosszilis tüzelőanyagokat alternatív tüzelőanyagokkal.